A fogvatartotti egészségügyi központ megvalósításával kapcsolatos fórumot tartottak a Városháza nagytermében. A tájékoztató fő témái voltak az engedélyezési tervdokumentációk bemutatása, valamint a létesítmény területi igényének ismertetése. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságának képviselője az önkormányzat illetékeseivel már több egyeztetést is tartottak ebben a témában előzetesen, majd arra jutottak, hogy a felajánlott ingatlan méreteiben és megközelíthetőségében nem felel meg az elvárásoknak. Ezzel szükséges a terület kiegészítése és annak állami tulajdonba adása. Az ismertetőnk Krisztik János városi főépítész elmondta, hogy helyileg továbbra is az épület a 42-es számú főútvonal metszetében lesz, valamint a létesítményt a főútvonal felől lehet majd megközelíteni, de ehhez szükséges a terület növelése. A tervek között szerepel továbbá, hogy az egészségügyi intézményt egy helyi céljáratú autóbusszal is meg lehessen közelíteni, valamint a tervek szerint egy közel 60 férőhelyes parkoló is épülne. Muraköz István polgármester szerint a lakosság nyugalma a kialakításban nagyon fontos szempont. Hozzátette, a fogvatartotti egészségügyi központ látogatása nem lenne zavaró a lakosság számára sem, hiszen a fogvatartott betegeket havi kijelölt két nap egy-egy órára lehetne látogatni, ami várhatóan előzetes felmérések, illetve adatok szerint körülbelül 14 látogatót jelent egy alkalommal. A polgármester elmondta, a fórumot követő képviselő testületi ülésen hoznak határozatot arról, hogy állami tulajdonba adják a plusz területeket.